Július kacok, nagyon jó ez a cseresznye. Cseresznye július végén? Aha, nézd meg, brutál jó. De fekete. Fekete is, nagyon finom édes. Hát tényleg jó. Ugye? Ilyen kilátása, tök jó. Na igen, azért a panoráma se semmi. Ami most már megérkeztünk a tóhoz. Itt vagyunk Liptószent Miklós közelében. Ami Szlovákiában van a magas Tátra mellett. Úgyhogy állatok, akkor innen is indítom ezt a videót. A célunk a mostani túrával. A magas Tátrát fogjuk megkerülni 4 nap alatt. 4-en. Nem bírom. A gólya, figyelj! Fekete, piros. És még van, amit kicsi zöld, tehát ez még 2-3 hét múlva is lesz rajta. Ilyen fa kellene otthonra. Na, szóval Szlovákiában vagyunk, és ennek a hotelnek a parkolójában le tudjuk tenni az autót. 4 napra itt hagyhatjuk, megengedték. És még fizetnünk sem kell érte. Úgyhogy innen fogjuk indítani ezt a Tátra kerülő túrát. Gábor, micsoda? Retro bringás táskád van. Új? Hát egy túrán volt eddig használva. 3-4 éve vettem. Kemény 8000 pénz volt. 8000 pénz. 3 részes felső rész. Hátizsákként funkcionál. És hogy 8000 pénz? 8000 pénz, vadi újan. De nem vízálló. Vatera. Mérsékelten vízálló, nem vagy alagy? Mérsékelten vízálló. Hogyha látod az esőfelhőket, akkor még nem ázik el. Amúgy a kulacs tartód is nagyon tetszik nekem. Na hát az... az... Tépőzárral mekkora a jobb üveg, amit ide tudsz tenni? 2,5 literes még fölmegy? Na, az még fölmegy pont. Teljesen univerzális. Állítható hozba. Fasza. Szóval balra tőlünk a magas Tátra van. Ami most nem is tűnik olyan magasnak. Már lehet, hogy csak ez a végén laposabb. Jobbra meg a alacsony Tátra. Szóval, mint mondtam, most a következő 4 napban ezt a magas Tátrát fogjuk körbe biciklizni. Ami hát a világ legkisebb magas hegysége. Az eredeti terv úgy volt, hogy Liptószent Miklósról, Liptovszki Mikulásból fogunk indulni. Aztán itt a tóparton találtuk ezt a hotelt, ahol le tudtuk tenni az autót. Úgyhogy még csak most megyünk Liptovszki Mikulás felé, és még valahol itt lesz majd a Tatralandia Aquapark, ami az eredeti tervekben még benne lett volna, amíg nem láttam az árakat. Még sok helyen reklámozzák is. Úgy emlékszek, hogy több mint 20 euró volt a belépő. Úgyhogy nem valószínű, hogy bemegyünk. A Vág folyó, Liptószent Miklóson. De az autótól nem is jöttünk sokat, hát 10 kilométert. Szóval Liptószent Miklós, eddig még nem tett rám nagy benyomást.
vagy túl mélyet, vagy szépet, mert marha nagy a forgalom. Meg hát azért eddig nem valami szép. Hát ezt sem gondoltam, hogy Litószent Miklóson egy ilyen emlékmű van. Csillaggal, sarlóval, kalapáccsal. És most már azt sem bánom, hogy nincsen semmi úr, ahogy elképzeltem. És most már azt sem bánom, hogy nincsen semmi úr, ahogy elképzeltem. És most már azt sem bánom, hogy nincsen semmi. Amúgy ez az, ami egész jó Szlovákiában, azaz, hogy az út mentén van kerékpárút. Úgyhogy hát itt sokkal biztonságosabb a közlekedés. Illetve ez az, amit Magyarországon hiányolok, hogy ezt nem nagyon követik. Pedig azért ez sokkal haladósabb, mint egy épített kerékpárút, amin van egy rakás kereszteződés, és az ilyen kereszteződéseknél is át kell menni a patkán, mert ugye azt nem lehet nálunk szintbe hozni. Szép nagy völgyhídja van az autópályának. Hamarosan aztán le is térünk erről a forgalmas útról. Remélem azon nem lesz ekkora. Megint keresztezzük a vágot. Liptovszki Hrádoknál vagyunk. Liptovszki Hrádok. Várom. Ó, de jól néz ki ezzel a tóval. Régi sas. A gólya, figyeld! Azta! Majdnem baleset! Na Liptovszki Hrádoknál elhagytuk a főutat. Aztán most a Tátra alatt jövünk. És itt Pribilinában, vagy nem is tudom pontosan, hogy hol vagyunk. Volt egy skanzen. 3 euró a beugró. Úgyhogy Abaluval ketten úgy gondoltuk, hogy benézünk. Most elég jó fények lettek, kisütött a nap. Ahogy nem vagyok egy nagy falumúzeum látogató, de nem tudom, valamiért ennek most olyan jó hangulata van. Azért lehet, hogy azért van ilyen jó hangulat, most egy kicsit ilyen idillikus minden, nem? Tehát amikor ez faluként működhetett, azért gondolom, hogy nem így nézett ki. Valószínűleg disznók, meg tyúkok szaladgáltak mindenfelé. Úgyhogy valószínűleg nem volt ez ennyire rendezett. Meg szerintem tágasabb volt. Nem?
Én még arra gondolok, hogy zsúfoltabb lehetett, mert most igazából semmilyen felesleges dolog nincs itt. Hát azért most így a napsütésben, a Tátra alatt ez az út nagyon szép. Ugye kelet irányba indultunk el a Tátra déli oldalán, azaz a szlovák oldalon. Hihetetlen jól néz ki ez a táj. Persze mindenhol van egy rakás sátorozó hely, de hát még csak 6 óra múlt. Mondjuk a mai teljesítményünk nem túl sok. 36 kilométer. Igaz, hogy hát majdnem 3 óra volt, mikor elindultunk az autótól. És azért szintben jövünk föl. 783 méteren vagyunk. Ma már valószínűleg nem tudunk a Slieski domhoz felmenni. Úgyhogy az a holnap délelőtti program lesz. Remélem azért a sátorozó helyek megmaradnak, mert tényleg lépten nyomon van most. Nem tudom, de egyre jobban néz ki ez a hegy. Meg kellene nézni a térképen, hogy melyik a világ legkisebb magas hegysége. Ugye a legmagasabb csúcsa a Gerlach-falvi csúcs, 2600 akármennyi. Nem tudom, hogy ez az-e. Majd megnézzük egy térképen. Azt hiszem lassan elérjük azt a részt, ahol a szél néhány év elég nagy károkat okozott. Letarolta a fákat a fél Tátrában. Legalábbis az ott már nagyon úgy néz ki. Jó? Azért ez is szép ez az út. Ja, egész jó minőségű. Meg a kilátás. És már 950 méter felett vagyunk, este 7 óra. De még egész kellemesen süt a nap is. Kellemes 15 fokba. Azért ez a táj nem semmi. Lehet, hogy itt volt a szélvihar, nem? És a mutatóban vannak fák. Gyanítom. 1040 méter ostromoljuk. De most már szépen feljöttünk. Nagyon szép a táj, teljesen nyugodt. Forgalom is egész jól elcsitult. Hát azért mutató be ezek a fák, mintha május fák lennének, nem? Nagyon jó fények vannak. Na ez a rész most olyan, mint a mesébe. Ezekkel a rózsaszín virágokkal. Nagyon pazar. You can tell by the way she walks out, she's my girl. You can tell by the way she talks, she rules the world. She's my girl.
magyarok? Egy kis tavacska, közel 1200 méter magasságban. És 8 óra van. Úgyhogy azon gondolkodunk, hogy lehet, hogy itt kellene aludni. Van itt egy esőbeálló. Most felmerült az az ötlet, hogy hálózsákkal vonuljunk be ide, aztán lesz, ami lesz. Amúgy 12 fok van már most is csak. De nagyon idillikus ez a hely, még saját vadkacsa is lenne. De hát mondjuk még az a szépség hibája, hogy itt van mellette az út. Hát úgy döntöttünk, hogy csak itt alszunk ebbe az esőbeállóba. Úgyhogy sátor nélkül, persze, hálózsákba. Mennyi időt most spórolunk sátor állításra? Hát igen, időt is spórolunk, meg hát rohadt hideg van. Energia. 12 fok, és még nem látjuk az útnak a végét. Ezért is vállaltuk be. Ez majd egy biciklikerék. Akinek nincs ki a kereke. És miért vetted ki, Balú, a kereket? Mert ez a nyolcker. Ez nem a nyolcker. Te mit szedtél? Kis áfonyát. Fönt a hegy oldalon. A kis hubikék törpike. Jó. Ez igen. Finom ére. Hát az itt a Tátra alatti út. Itt van egy kis pihenő, úgyhogy végül is itt aludtunk. Hát mondanom csak el, hogy marha hideg volt éjjel. Az idő aztán most már nem valami jó. Egébe is borult. Van egy kis tó. Ezért is tetszett meg annyira ez a hely. De nem volt semmi probléma éjjel. Nem is nagyon láttak be egyébként az útról. Úgyhogy ott vannak a hálózsákok, még mindig szana szét. Nem is itt aludtunk. Itt meg a bringákat eldugtuk a ház mögé. Készítsünk reggeli finomságot, hozzávalók. Két darab kókuszos terefere keksz. Jaj, kókuszos? Na, az igen. Egy kis jó őszillé. Reggeli darabos. Frissen szedett áfonya. Úgy, hogy szépen betelje a kekszet. Ott marad. Úgy. Az mellé. Várjál, élem a 10 másodperces szabály, még felveheted a földre. Ez pont elég lett. Aztán ráhelyezzük a másikat, szépen összedolgozzuk, hogy ne törjön el a keksz, és kinyomjuk a levét. És kész is a kókuszos terefere áfonyakrémes keksz. Ez fantasztikus. Ízre milyen? Fenomenális. Nagyon jó. Borbás Marcsi szavaival élve, isteni. Amit tegnap egész nap, hát délután kerülgettünk, az a Krivány. Körülbelül 2500 méter, most egy picit már felhőkbe burkolózott. De a Tátra most nagyon jól néz ki ezekkel a rózsaszín virágokkal. Úgy döntöttünk, hogy teszünk egy kitérőt ehhez a Sribüski Plesóhoz, ami 2 km plusz fölfele. Ugyanennyi lesz vissza. Még fogaskerekű vasút is megy oda. Úgyhogy ezért is gondoltam, hogy érdemes lenne bepróbálni. Bár idővel elég vacakul állunk, mert tegnap már fel kellett volna mászni egy másik csúcsra. De még attól is messze vagyunk most. Aztán minden itt micsoda hegyek. Még szóval belejöttünk most a Tátrába. Az első kis tóhoz fel is értünk. 1306 métert mutat a magasságmérőm. 1200-an aludtunk, aztán kicsit másztunk, kicsit gurultunk.
szép környezet, elég nagy a forgalom sajnos. Na, feljöttünk a felső tóhoz is. Szép. Van egy jó kis ugrósánc. Sőt, kettő is van. Jól néz ki a háttérbe a hatalmas hegyekkel. Gurultunk a tótól, aztán jöttünk az úton, még ott is gurultunk elég sokat. És most már megvan a Slieski dómos kiágazás. 7 kilométer. Amúgy lent az úton nem jelölte semmi, csak gondoltam ide benézek, mert túl sok volt a tábla. De a biciklivel ajánlott útvonal. Illetve Big Csúcs is egyben. Most vagyunk 1005 méteren. Akkor kalibrálhatom a magasságmérőt. Na, csak biciklivel lehet bemenni. Legalább nem lesz motorzaj. Amúgy kemény menet lesz. Mert ha most is durva. 1020 méteren vagyunk. Úgyhogy ez elvileg végig 10% lesz. Vagy még a fölött. Talán 1700 körülre kell fölmenni. Hú! Már tudom, miért Big Csúcs. Hát mese nincs, ez 10%. 1670-re fogunk felmenni amúgy. Tehát 645 méter szintemelkedés 6,5 kilométeren. Hát itt nem lesz lazsálás, azt hiszem. Szóval nekem az az érzésem, hogy itt is tarolhatott a szél pár évvel ezelőtt. Mert valószínűleg ez egy összefüggő fenyves lehetett. Hát durván meredek ez az út. Most már a kereszteződéstől 200 métert jöttünk fel. Azt hiszem, hogy néhol bőven 10% fölött van. 1304 méteren járunk. Jöttünk 3,1 kilométert, még 3,9 hátra van. Látszanak ám a szép nagy csúcsok. Kicsit felhőbe igaz. Közben meg felért hozzánk a patak. Neked nagyon jól el van látva információkkal az út. Ó. Hát szép nagy hegyek vannak. Egyébként valahol itt van a legmagasabb csúcs is, a Gerlach-falvi csúcs. De ez lehet, hogy még nem az. Itt most egész vacak az út minősége. Viszont továbbra is kegyetlenül emelkedik. Az ég meg szépen kékül. Hát valami itt látvány. Egyébként gyanítom, hogy ez lesz a Gerlach-falvi csúcs. Csúcsa még nincs meg, valahol nagyon benne van a felhőbe. Hihetetlen. Hú, azért
Azért most aztán nagyon látványos az út. Igaz, hogy nagyon kemény is. Egész jól tisztul ki a csúcs körül. Azt a mindenit. Hát ez hihetetlen jól néz ki. Ezek az információs táblák amúgy nagyon jók. Ugye 3,9 kilométert jöttünk az elágazóból, a kezdőpontról. Most vagyunk 1419-en, és ennyit jöttünk, ennyi szintet. 392 métert. Szóval elég sűrűen vannak ezek a táblák. Lesz-e? Savanyú cukor! Na már feltűnt a vízesés is, úgyhogy már nem lehetünk messze. Környezet is fantasztikus. Nagyon jól néz ki. Egy oldalban meg, mintha valami gyalogösvény menne végig. Nagyon szabályos. Pazar. Öt egész hetet jöttünk, és 6,5 hosszú, ugye? Úgyhogy mindjárt ott vagyunk. Sőt, most már törpefenyővezetbe írtunk. Hú-hú. Azt de jól néz ki. Na az út, amiről azt hittem, hogy gyalogút, az amúgy az. Hoppá. Úgyhogy ott sétálnak a bácsik meg a nénik. Én nekik is van hátra egy kis út. Hát ez elég jó ez az út. Kicsit nehéz, kicsit nagyon. Főleg így csomaggal, de nagyon szép. Azt a mindenit. Azért azt megnézem való, hogyha te ebbe megfürdesz. Hú. Felértünk, szépen ez volt. Ó, ott a tó, a vízesés. Mondjuk, hogy nem lehet ide autóval behajtani. Ezek hogy jöttek ide? Hú-hú. Ez igen. Na ez már valami. Ezt nevezem magas Tátrának. Na akkor egy kis gyalogtúrás szakasz is jön. Közben nyomom a szendvicset. Ma még nem nagyon ettünk. Tulajdonképpen csak reggelit. 1:30-re értünk fel. Talán 11 után indultunk el lentről a kereszteződésből. Hú-hú. Hát ez döfi. Hát ez hihetetlen szép. Slieski dom. A hely neve. Fantasztikus. Csak ne lenne ilyen rohadt hideg. Úgy látom, hogy a vízeséshez is fel lehet menni. Meg is van ott néhány gyalogos. Hát szép nagy. Gábor meg vízpróbázik.
Elszületlen szép színe van ennek a víznek. Ja, és még iszik is belőle. Ja, hiszem, ez tényleg ivóvíz minőségnek tűnik. Mondjuk ott volt is egy szivattyú a vízbe. Valószínűleg az a hotel innen veszi az ivóvizet. És ez a virágmező, ez megkoronázza itt a tájat most. Állatok laknak en állatok. Hát igen, azért itt lehet inni a vízből. Zúg a vízesés. Füttyögnek a mormoták. Nagyon jó hely. Ott meg a tó. Megálltunk kajálni. Mutatom a kilátást. Íme. A hegygerinca Velicka. 2001-2200-as csúcsokkal. Na, a Slieszki domtól még Poprád is látszik a távolban. Azért most oda nem fogunk menni. De lesz egy szép gurulásunk, azt biztos. Úgyhogy elbúcsúzunk a Slieszki domtól. Na, még nem mutattam be a kameratartó 3.0-as verziómat, amit most Gábor kormányára szereltünk fel, mert az enyém egy kicsit túl van zsúfolva. Úgyhogy itt meg van hely. Hát itt most már csak ez a műanyag rész lehet a szűk keresztmetszet, a többi az saválló acél. Úgyhogy az nem hiszem, hogy eltörik, van Szent Gábor előbb el fog törni, mint az. And then she say, it's alright, I got home late last night. Na, le is gurultunk a főútra, amit a Tátra aljába megy. Hát elég hamar leértünk, nem tudom, kb. 20 perc, ha lehetett. Úgyhogy, hát irány a lengyel határ.
aztán közbe kerüljük a Tátrát. Onnan jövünk, abból a völgyből. Fú, de jó idő lett. Amúgy ez az út most vált erre az 1000 méteres szintre. Már a lengyel határ felé vezető főúton vagyunk. Nagyjából 20 km lehet. A terv az az volt, hogy ma Zakopanéig elmegyünk, de abból nem lesz semmi. Elég nagy késésbe vagyunk. De azt mondom, még így se állunk rosszul. Na, én ezt nevezem tájba illő busz megállónak. Azért ez már az a basz, nem? Még valaki várja is a buszt. Diár nevezetű faluban vagyunk, de még Szlovákiában, de ez a kép megállná a helyét az Alpokba is. Kis falucska, nagyon szép a házai miatt, nagyon sok szép faház van, viszont szép szintet is jöttünk, több mint 150 métert a falun belül. Ez igen. Szemben meg a hegyek. Hát nem semmi ez a tájkép se. Tátra északi oldala. Rengeteg sípály van itt Diárban, gondolom. Ezért is van ennyi panzió. Nagyon szép. Aztán itt is rendezkedett ez a folyó. Szép kövek. És ami másik érdekesség, ez az alapszat. Tök réteges. Hát, hogy a kamerán nem is érzékelni annyira. Tatranská Javorinában vagyunk, ez utolsó szlovák falu. A lengyel határ előtt. Nagyon szép kis fa templom van itt, temetőnél. Aztán most azon gondolkodunk, hogy itt kellene valami szobát keresni. Mert konkrétan mondjuk most 15 fok van. És még csak 7 óra múlt. Úgyhogy gondolom, hogy az éjszaka megint elég hűvös lesz. Hát az előző faluban nem jártunk sok sikerrel a szállást illetően. Úgyhogy elindultunk Lengyelország felé. Hát itt a lengyel-szlovák határ. Annyi ember van itt, lehet, hogy aztán itt találunk is szállást. Ó, micsoda határfolyó. De jól néz ki. Hát akkor elhagytuk Szlovákiát. A határfolyó. Szóval átjöttünk a határon Lengyelországba, és holnapi egyik célunk lenne ez a Morszki-Okó.
itt kellene elmenni. Viszont nem ártana valami szállás. Nem tudom, hogy ott mennyire találunk. Gyanítom, hogy sem ennyire. Jó éjszakát, gyerekek! Búcsúzik a füles mára! Kedvenc mindenem a biciklim, kedvenc mindenem szerelem, kedvenc mindenem elvisz engem bárhová, ahová csak képzelem.